A zavargások által sújtott Kenosába látogatott Donald Trump amerikai elnök. A politikus a város és Wisconsin állam demokrata párti vezetőit tette felelőssé az erőszak hullámért, amely azután tört ki, hogy egy helyi rendőr másfél héttel ezelőtt 7-szer hátba lőtt egy fekete férfit. Nem akarták, hogy beavatkozzunk, és a pusztítás így megtörtént. Egy nappal korábban még megmentettük volna az ön boltját. A kormányzónak, a polgármesternek kérnie kell, és akkor a központi kormány megjön és megoldja a problémát, mondta az elnök olyan emberek társaságában, akiknek az üzletét kifosztották a rendőri brutalitás miatt feldühödött tüntetők. Trump nem az etnikai feszültség csökkentése érdekében utazott Kenosába, hanem azért, hogy támogatásáról biztosítsa a helyi rendőrséget. Több 10 millió dollárt ígért a közbiztonság javítására Wisconsin államnak. Ahhoz, hogy megállítsuk a politikai erőszakot, szembe kell szállnunk a radikális ideológiával, ami az erőszakra épül. A meggondolatlan szélső baloldali politikusok tovább hangoztatják pusztító véleményüket, miszerint a nemzetünk és a rendőrségünk elnyomó és rasszista. Valójában sokkal nagyobb támogatást kellene nyújtanunk a bűnüldöző hatóságoknak. Donald Trump a közelmúltban a kampánya középpontjába helyezte a közbiztonság és a közrend helyreállításának ígéretét. Ebbe a mintába illeszkedik a kenosai látogatás is, amivel a demokraták szerint csak olajat öntött a tűzre.